Cause I'm so happy, 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 yeah. Hal is kattog! Boldog július 24-ét mindenkinek! Nem tudom, mi volt július 24-én, de valami biztosan! Jelenleg ezt a könyvet olvasom, amiből, ha minden igaz, vasárnap lesz videó. De ki tudja, addig mindenféle misztikum megtörténhet, szóval nem tudom. De valószínűleg vasárnap lesz belőle videó. Ma egy nagyon vicces tech videót fogok megcsinálni. Legalábbis számomra vicces lesz, remélem nektek is. Amikor megtaláltam ezt a teget, már akkor nagyon nevettem, és tudtam, hogy nekem ezt muszáj lesz megcsinálnom. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. És ennek a tagnek a címe The Emoji Book Tag! Magyarul az Emoji könyvtag. Mondjuk ez így nem sokat változott, hiszen csak a bookból lett könyv. Na mindegy. Ha valaki nem tudná, most gyorsan tisztázom, mi az az emoji. Akinek van okostelefonja, az bizonyára tudja. Az emoji egy olyan program, amiben a smiley különböző hangulatjelek vannak. Mindenféle, de tényleg mindenféle van benne. És ennek a videónak az a lényege, hogy megmutatom nektek, melyik az az öt emoji, vagy emoji, vagy emoji, vagy nem tudom, hogy hívják őket, én emoji-nak mondom, amelyeket én a legtöbbet használom. Elmondom, hogy mikor szoktam, miért, mit vált ki belőlem, blablabla. És csörög a telefon. Mikor máskor is csörögne a telefon? Na meggyüttem, mondom, atyám. És ezt az érzelmi állapotot, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit kifejezzük az emoji-val, mindegyiket hozzárendelem egy könyvhöz. Ennyi az egész. Kezdhetjük! Az ötödik emoji, amit leggyakrabban használok, az eper. Bizonyára sokan kérdezitek most, hogy miért pont az eper, miért nem másik. Már megint csörök az a telefon. Hol tartottam? Ja, az eper. Szóval miért pont az eper? Miért nem egy másik gyümölcs? Egy. Azért is, mivel az eper az egyik kedvenc gyümölcsöm, és lényegében egy, hogy mikor szoktam az epret írni? Akkor, amikor az illetőnek nem tudom, hogy mit írjak vissza. Szóval ír nekem egy nagyon szomorú, nagyon megindító szöveget, és abban a pillanatban még nem tudom, hogyan reagáljak, és erre én írok egy epret. Ja. Ha szünetet kérek, vagy hogyha nem tudom átmenetileg, hogy mit mondjak, írok egy epret. Eper! 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 Én nem azt mondom, hogy szünet, hanem azt mondom, hogy és a könyv, ami az eper hangulatjához érik, természetesen az eperszedő, hiszen eper. Ja, itt az eper. Hiszen eper. Eper. És azért is, mivel amikor ezt a könyvet olvastam még nagyon régen, 3 vagy 4 éve már nem emlékszem, nem tudtam egyáltalán hozzászólni. Nem tudtam, hogy ez most tetszik nekem, vagy ez most nem tetszik, vagy ez fos, vagy nem fos. Nem tudtam eldönteni egyszerűen. Olyan semleges volt, olyan eper. Eper! A negyedik emoji, amit a leggyakrabban használok, az a choke emoji. Ami valahogy így van, ha jól emlékszem. Mint az ikrák, nem? Ezt az emojit azért szoktam írni, mert olyan piserketően hívogató. Értitek? Szóval, hogyha valaki valami kedveset ír nekem, vagy elköszönök, vagy valami hasonló, akkor írok nekik egy choke emojit. És az a könyv, amit ehhez a smiley-hoz kapcsolok, a Vampír Akadémia. Ugyanis ez az egyik kedvenc könyvsorozatom, és a főszereplő Ryan Lowes határozottan a kedvenceim közé tartozik. Menő, harcias, dögös, vicces, szarkasztikus. Ja, ennyi. A harmadik emoji. Ez így hat. Az ilyet tart emoji. Ezt szinte naponta használom minden csetes üzenetemben. Ha valami meglepődök, ha valami nem lepődök meg, ha szarkasztikus akarok lenni, ha lesokkolok, akkor benyomom az ilyet arc hangulatjelet. És ennek az emojinak azt hiszem a fejében vannak a szemgolyói, valahogy így nem tudom megcsinálni. És a könyv, amit ehhez az emojihoz kapcsolok, az útvesztő. Ugyanis miközben ezt a könyvet olvastam, az a bizonyos hangulatjel én voltam. Szinte így olvastam a könyvet. What? Hiszen először semmit nem értettem, és azon voltam meglepődve, azután pedig már több dolgot értettem, és azon voltam meglepődve, és szinte mindegyik fejezet valami sokkolóval ért véget, amitől meglepődtem. Ezután a könyv után az én arcom körülbelül egy hétig az az ilyet smiley volt. A második helyezett az ezüstérmes, amit nagyon gyakran használok, az a vicsorítva mosolygós emoji. Valami hasonló.
idióta fej, level 1 millió, level 1 millió. Ja, valami ilyesmi, nem ilyen kis átlagos, hanem a vicsorítva mosolygó. A sima szerintem az túl unalmas, és nekem ez sokkal jobban bejön, nektek nem, hát persze, hogy nektek is jobban bejön. És akkor már megint kír! Pillanat. Most már mindent lenémítottam, most már senki nem írhat, nem hívhat. És a könyv, amit ehhez a smileyhoz kapcsolok, a Hexhole. Hiszen ez a könyv annyira vicces, hogy mindegyik oldalon van valami poén, de tényleg mindegyik oldalon. És az egész kötetet végig röhögtem. Én imádom az ilyen paranormális könyveket, és ez az egyik kedvencem, ugyanis annyira vicces, hogy szinte nagyon. Hát ez most nagyon jó hasonlat volt. Sophie rendkívüli kedvencem, hiszen nagyon szórakoztató, fantasztikus a humora, mindenre van valamilyen visszaszólása, szétrögtem az agyamat ezen a könyvön. Bátran ajánlom, hogyha nevetni szeretnél. És a number one az első számú emoji, amit leggyak használok, az a kaki emoji. Van ennél fantasztikusabb? Hát biztos vagyok benne, hogy nincsen, mivel ez a legkirályabb. Mielőtt valaki félreértené, én nem akkor alkalmazom ezt, mikor valami szerintem fos, vagy kaki, vagy szar, hanem akkor, amikor valami már annyira jó, hogy nem is tudok rá más mondani. Ami már a vicsorító smiley sem elég, és arra nyomok egy szemes kaki emojit. Szóval, ha valaki egy szemes kaki emojit írok, akkor már egyszerűen haldoklok a röhögéstől. És ehhez a smileyhoz van egy történetem is. Egyik osztálytársam az egyetemen elküldte ezt az ikont az anyukájának, aki azt hitt rá, hogy ez egy torta. Mi más? Hát ez persze, hogy egy torta. Zen. Normális vagyok, még mindig. És a kedvenc smileyhoz a kedvenc könyvemet csatolom, amit mindegyik ismerősöm szeret szinte a Henny nem szereti. Szia, Henny! És ez a Percy Jackson sorozat, és most az első részét mutatom, hivel nem lenne értelme a negyedikkel kezdeni. A villámtolvaj. És hogy eltaláltam, hogy hol a címe, mert annyira szeretem ezt a könyvet, hogy minden részletét tudom. Itt a Percy, itt egy karta kezében, meg egy csont. Nem csont, hülye vagyok, hanem annak a Minotaurusnak a szarva. Szóval ez egy fantasztikus könyv, erre teljesen illik számomra a szemes kaki emoji. Ezt ajánlom bárkinek, fiúnak, lánynak, akárki. Egy kötelező olvasmány. Nem fogod szerintem megbánni. Kérve, ha Henny vagy, akkor nem fog tetszeni. Bocs, Henny. Könyvek megint mindenütt. Na nem baj, ez a Kánaán. Vagy Kanoán. Kánaán. Ez volt az én top 5 emoji összeállításom, és amikhez ezeket. És a könyvek, amiket. Már megint ma sem tudok beszélni, még mindig, nem baj, egyszer csak megtanulok. Egy jó logopédusnak a számát elfogadom, hogyha valaki ad egyet kommentben. És a könyvek, amiket ezeket a smileyhoz rendeltem, írd meg te is kommentben, hogy melyik emojikat használod a leggyakrabban. Mi az az 5, és melyik könyveket kapcsolod hozzá? Számodra mit jelentenek ezek az ikonok? És hogyha nem használsz emojikat, de hogyha van okostelefonod, akkor szerintem kezd el, mivel nagyon viccesek vannak. Mindenféle, tényleg még brokkoli is van. Azt is szeretem, de az nem fér bele a top 5-be. Bocs, brokkoli. Majd talán legközelebb. Nem. Ha tetszett a videó, és szeretnél még sok-sok hasonlót látni, akkor iratkozzál fel a csatornámra, és lájkolj. Hogyha nem, akkor nyilván nem. Akkor ebbe. Mint előbb mondtam, vasárnap jön a BookTok. Ebből a bizonyos könyvből lesz megint nyereményjáték. És hogyha még nem neveztél be a Hopeless Reménytelenesre, akkor most felhívom rá a figyelmedet. Itt az alkalom, hogy megnyert a könyvet. Az előző videómban megtalálsz minden fontos információt. Viszlás, kacok! Jövök vasárnap. Bizsergetően hívogató, csókos emoji. Mua.